Egyik szemem sír, mert Nagy Zoltán ezredes úr elhagyja Fejér megyét, a másik szemem nevet, mert magasabb beosztásba kerül. Nagy Zoltán méltatásával nyitotta meg Varga Péter, a Fejér megyei rendőr főkapitányság főkapitánya, a Dunaújvárosi rendőrkapitányság állománygyűlését. Beszédében kiemelte Nagy Zoltán szakmai felkészültségét, emberségét, valamint a bűnmegelőzés és a bűnüldözés területén elvégzett eredményes munkáját. Elsősorban az állománynak szeretném nagyon nagy tisztelettel megköszönni azt, hogy az elmúlt 3 évben véghez vitt. Nagy Zoltán korábbi városi rendőrkapitány megköszönte azt a segítséget, amelyet hivatali ideje alatt kapott az állomány tagjaitól, valamint a városvezetéstől. Hozzátette, az elmúlt 3 évben nagy eredményeket értek el a bűncselekmények visszaszorítása terén. Mindig megvolt bennem az elejétől fogva az a hit, az a remény, hogy lehet ezt jobban csinálni. És itt most elsősorban arról beszélek, hogy a Dunaújvárosi rendőrkapitányság illetékességi területének milyen a közbiztonsága. Ebben értünk el hihetetlen eredményeket. Azt mondhatom, hogy talán az elmúlt 10 év legjobb eredményét értük el a tavalyi évben, és ez talán reményeim szerint megállíthatatlanul fejlődni fog. Nem ilyen ütemben már, le fog lassulni nyilvánvalóan a fejlődés, de fejlődnie kell, fejlődni fog. Tamásnak nagyobb feladatot kell végrehajtani, egy kapitányságot kell vezetnie, egy olyan kapitányságot, amely meghatározó Fejér megye vetületében. Ezt követően Varga Péter bejelentette, Schuster Tamás rendőrőrnagy veszi át Nagy Zoltán helyét a Dunaújvárosi rendőrkapitányság élén. Schuster Tamás 21 éve dolgozik a rendőrség állományában. A munka mellett elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, később pedig a Nemzeti Nyomozó Irodához került. 2012. októberében Bicskén a bűnügyi osztály vezetőjének nevezték ki. Az új rendőrkapitány hangsúlyozta, elsősorban szeretné átlátni a folyamatokat, valamint javítani az állampolgárok biztonságérzetét. Mindenképp szeretném legalább fenntartani ezt az állapotot, amit most itt a Dunaújvárosi rendőrkapitányság elért az elmúlt időszakban, és azt szeretném, hogy az állampolgárok még jobban, még hatékonyabbnak érezzék ezt a rendőrséget, és még állampolgáribbnak, még közelebb érezzék magukat a rendőrséghez. Példaértékű az a kapcsolat, amely Nagy Zoltán ezredes úr, illetve a települési önkormányzatok Duna és Megyegú város között is az elmúlt években kialakult. Az állománygyűlésen részt vett Cserna Gábor, városunk polgármestere, aki megköszönte Nagy Zoltán korábbi rendőrkapitány munkáját, illetve támogatásáról biztosította Schuster Tamást. Nagyon köszönöm.